Tisztelt emlékező közönség! A háborúkban és a diktatúrákban a halál aratott. Ma élőként kötelességünk minden áldozatra emlékeznünk. A mai napon egy szörnyű tragédia áldozatai előtt hajtunk fejet. Magyarország egyike volt a II. Világháborúban a legnagyobb emberi veszteséget elszenvedett államoknak. 1941 és 1945 között Magyarországról több mint 200 ezer magyar zsidó honfitársunk esett áldozatul a német nemzeti szocialisták és a magyarországi szövetségeseik által megszervezett deportálásoknak, a magyar hatóságok brutalitásának, a halálmeneteknek, a koncentrációs táborokban történt kínzásoknak. A holokauszt minden tizedik, a legnagyobb nemzeti szocialista megsemmisítő tábor, Auschwitz-Birkenau minden harmadik áldozata magyar állampolgár volt. Minden kioltott ember sorsa vesztesség. Hogy most itt vagyunk, az nem csak az emlékezés és a szolidaritás, hanem a nemzeti és emberi fájdalom, az emberi bűnbánat kifejezése is. Hinnünk kell abban, hogy őszinte megemlékezésünk majd jobbá tesz bennünket. Értelmet ad a holnapoknak, mert segít az emberiség teljességét keresni közösségeinkben és minden emberben. Gyermekeinket arra kell nevelnünk, hogy elkötelezettek legyenek a demokrácia értékei iránt, és tegyenek róla, hogy ilyen szörnyűség soha többé ne következzen be ebben a hazában. Csak abban bízhatunk, hogy a fiatalok a gyerekeink lelkében, minden egyes korosztály lelkében újra és újra felépítjük azt az erkölcsi védőfalat, gátat, amely segít fenntartani azt az erkölcsi rendet, melyek megerősítik a ne ölj és szeresd fele barátodat parancsolatokat. A holokausznak sok millió áldozata volt, de a számoknál sokkal többet jelent egyetlen kislány képe, aki nem érhetett nővé, akinek nem születtek gyermekei, aki nem lett nagymama, aki ma nincs itt közöttünk, mert megölték. Vagy annak a szülőnek az emléke, aki nem láthatta gyermekeit játszani, tanulni, felnőni, aki nem óvhatta meg őt a szörnyű szenvedéstől, akinek álmai beteljesületlenek maradtak. Tisztelt megemlékezők! Ma itt állva külön meg kell emlékeznünk a dombóvári áldozatokról, akik azért haltak meg ártatlanul, mert egy diktatórikus hatalom által üldözött felekezett tagjai voltak. Ez az emberiség legsötétebb korszaka volt, amikor minden humánum kiveszett az akkora világot megdönteni szándékozó náci vezetőkből. Mindent és mindenkit hatalmuk alá akartak rendelni, ha kellett, erőszakkal. Soha meg nem bocsátható az, amit akkor ártatlan emberekkel tettek. Egyúttal figyelmeztetés is az utókor számára, soha sem engedhetjük, hogy hatalomra jussanak a szélsőséges nézeteket valló emberek. A szélsőségek ugyanis mindig az ország vesztét okozták. Legyen szó bármelyik oldalról érkező szélsőségről. Nem engedhetjük meg, és ebben minden józanul és felelősen gondolkodó, a történelmet kellően ismerő ember összefogására van szükség. Annál is inkább, mert felelősek vagyunk egymásért. Bizony, mi valamennyien felelősek vagyunk egymásért. Tisztelt emlékező közösség! A jelenben és a jövőben is figyelnünk kell a körülöttünk történő dolgokra, eseményekre, és ha kell, segítenünk kell egymásnak. Szükség van a társadalmi szolidaritásra.
az erős a gyengét, az okos a szerényebb képességüt, a gazdag a szegényt kell segítse, gyámolítsa, helyes útra terelje. Ha figyelünk egymásra, a közösségünkre, és ha a közjó szolgálatát tekintjük feladatunknak, akkor soha többet nem is létődhet meg a történelem legsötétebb korszaka. Mert mindenkire szükség van az ország, és itt Szüke Pátriánk építésében, származásától és társadalomban betöltött szerepétől függetlenül. Ha figyelünk egymásra, nem engedjük, hogy olyanok határozzák meg közéletünket, akik nem a közjó, hanem az egyéni, önös érdekeik érvényesítését akarják elérni minden áron. A szélsőségeket ki kell vetni magunkból. Mi, Fiatal Demokraták Pártszövetség tagjai a rendszerváltás óta következetesen elutasítunk minden olyan magatartást, amely faji, vallási alapon húz falat magyar és magyar közé. Eltökélt szándékunk, hogy az előttünk álló időszakban e demokratikus felfogásunk tovább érvényesüljön, és olyan következetes politikát folytassunk, amely jóvoltából, származásától és vallásától függetlenül minden magyar ember biztonságban érezheti magát e hazában. Tisztelt hölgyeim és uraim, amikor itt ma visszaemlékezünk a több mint 60 éve, 66 éve történt szörnyűségekre, nem feledkezhetünk meg azokról, akik emberéleteket és így nemzetet mentő honfitársainkról sem, akik az életüket kockáztatva segítettek a deportálásra és a biztos halálra ítélt embereknek. Bizony, ők figyeltek egymásra, és a körülöttük zajló eseményekre, és azt tették, amit a lelki ismeretük diktált. Mindenütt voltak ilyen emberek, itt Dombóváron és a környékén is, ilyen jótett lelkek, akik a bajban mások segítségére álltak. Legismertebb Raoul Wallenberg, de a legtöbbjük nem is vált ismerté, mert ők névtelen is beírták magukat a magyar zsidóság történelem könyvébe. Tettük, soha el nem felejthető. Végül, tisztelt emlékező közönség, engedjék meg, hogy egy gondolattal azokról a dombóváriakról is megemlékezzek, akik 1944. június 30-án vesztették életüket a vasútállomás ellen irányult bombázás következtében. Igaz? Ők nem származásuk, hanem amiatt haltak meg, mert ott tartózkodtak, ahova a bombák becsapódtak. Tisztelettel kérem önöket, hogy erre a 12 emberre is emlékezzünk, amikor most fejet hajtunk itt, a dombóvári zsidó származású áldozatok emléke előtt. Külön szeretném megköszönni a Dombóvári Városvédő és Város Szépítő Egyesületnek a délelőtt során megtartott megemlékezését. Tisztelettel köszönöm, hogy meghallgattak.